kettőben volt az, amikor néhány nagyon lelkes újszegedi összefogott, újszegedi polgár összefogott, és templom építő egyesületet alapítottak 1902-ben, és gyűjtéseket rendeztek ez az egyesület. Oda jutottak, hogy 1906-ban kiírhatták a pályázatot, a terv pályázatot, és 1908 tavaszán az első kapavágás is megtörtént, tehát a fundamentumok lerakása, és másfél esztendő alatt felhúzták ezt a csodálatos építményt, ami itt az újszegedi liget szélén van mindannyiunk, nem csak újszegedieknek, hanem az egész környék. A szakrális művészet
alapja, hogy az alkotó személyes kapcsolatba kerüljen Istennel, és ezáltal közvetítse az Isten üzenetet. Köszönöm a pedagógus kollégáknak és a szülőknek, hogy fölkészítették a gyerekeket, és ilyen sok gyermekre az eljutott hozzánk, de a legnagyobb köszönet természetesen az alkotókat és a gyermekeket követik. Örömöt felült kívánok minden kedves látogatóknak az alkotások szerint. Három kategóriában értékeltük a gyerekmunkákat, voltak az óvodások, utána voltak az általános iskolás, alsó tagozatos gyerekek, és végül pedig a felső tagozatos gyerekek. Ezen felül pedig kiosztottuk néhány, tehát megállapítottuk néhány különdíjast, akik annyira szépen dolgoznak, hogy nem tudtuk már nekik elmenni a gyerekünket, de kiosztottuk. Az óvodás kategóriában a harmadik is helyezettek olvasnánál, hogy szerintem biztosan fog menni. A Bérkertő utcai óvodából nyert egy kislány, Sebő Anna, nem tudom, hogy van köztünk. Találkozunk minden egyes alkalommal, kiszolgáltatásra.